Hallani vélem a hangodat még, volt egyszer még. Nyolcadik A osztály, osztályfőnök Gauszné Szabados Eszter. Batum úr Amanda. Bódi István. Bránya Péter. Csercsa Attila. Demján Dalma Mónika. Haskó István. Horváth Ákos. Kispál Alexandra. Kispál Ákos Luca Gábor. Molnár Klára. Muhadri Ermír. Nemes Nóra Panna. Pap Sándor Tibor. Piroska Nikolett. Poják Luca. Sebők Albert János. Suba János. Szabó Dominik Károly. Szita Martin. Tapolcsányi Vivien. Tóth Viktor. Túru István. Túru Márk. Varga Alexandra. Kedves iskolám, jó éjszakát! Most búcsúzunk és elmegyünk, ami időnk lejár. Itt hagyjuk kedves. 8. B osztály, osztályfőnök Pap Györgyi. Czerman Dominik. Dávid Alexandra Beáta. Dudás Maja Szófia. Gucsi Renáta. Györgye Dávid Zoltán. Hadnagy Csenge. Jáger Jázmin. Kardos Szabolcs. Kis Ádám. Kollár Csenge. Molnár Tamás. Nagy Alexandra. Német Noé. Opauszki Réka. Pálinkó Patrik. Pecnyik Gábor. Piller Bence. Pintó Emese. Piroska Brandon Tibor. Síró Lea Rita. Szabó Norbert. Szecsődi Zsanett. Tordjik Adrián Máté. Vallak Fanni. Csüketni nem szabad, szétszór a sors, mint szél a port, ki tudja meg. 8. C osztály, osztályfőnök Bárány Mihály, Albert Áron, Barna Hanna Liza, Bíró Bence, Burka Janka, Farkas Gergő Krisztián, Fekete Milám, Fekete Nelli Napsugár, Gubacsi Kornél László, Hadnagy Dominik, Hambalkó Gergő Ferenc, Horváth Gergő, Judák Evelin Erika, Judák Gergő, Kovács Réka, Kudron Kira, Luca Evelin, Luca Péter, Meskó Márk, Nagy Amina, Nagy Bianca, Ocskai Alex, Raffai Denis Ervin, Sautek Sára, Szabó Dániel, Tordjik Máté, Tóth Debóra, Tóth Laura, Túru Indira, Urbán Erika, Winter Kiara. Rajta ívjak útra fel, innen el kell várnunk. Rajta ívjak útra fel, innen el kell várnunk.
Mindenki a maga módján álmodja az életet. Ne rohanj, és ne emézd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a virágok illatát. Ballagási ünnepségünkön e sorokkal köszöntök szeretettel minden résztvevőt. Külön köszöntöm Vágó Ferencnét, a kiskörösi tankerület vezetőjét. Kedves búcsúzó diáktársaim! Bizonyára nagyon sokan ébredtek ma azzal a gondolattal, hogy megint egy szombati nap van. Gondolom, ti reggel nem ezt éreztétek. Érzitek, hogy ez a nap más, mint a többi. Ez egy emlékezetes, egyszeri és megismételhetetlen nap a számotokra. Valami véget ér, és valami új kezdődik el. Hagyományainktól eltérő módon vagyunk mi most együtt. Nem búcsúzhatunk tőletek a szokásos módon. Most ne erre gondoljatok. Gondoljatok a gesztus értékére. Gondoljatok arra, hogy még nagyobb szeretettel vagyunk mi most így együtt. Az életünk egy hosszú út, melyet be kell járnunk. Olyan, mint a valóságos utak. Sokszor érünk elágazáshoz, és nem tudjuk, merre is forduljunk. Van, hogy sima ez az út, de olykor rázós, göröngyös is. Sokszor kell emelkedőket bejárnunk, és van, hogy lefelé visz utunk. Bármilyen legyen is, bármilyen nehéz, fárasztó is, tovább kell mennünk. Ma egy útszakasz végéhez értetek. Ennek most itt vége. Döntést kellett hoznotok, hogyan, merre tovább. Ez volt életetek első nagy döntése, és bízunk abban, hogy mindannyian jó felé fogjátok venni az irányt. Tudjuk, hogy vágytatok erre. Tudjuk, mennyire izgultatok, hogy felvesznek-e benneteket a választott középfokú iskolákba. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakad az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el diákcsínyeket, nem beszéljük meg veletek közös gondjainkat, élményeinket. Nem kérhetünk tőletek tanácsot ügyes-bajos dolgainkban. Ritkábban látjuk majd egymást, de ne feledkezzetek meg rólunk, akik itt maradtunk. Soha ne feledjétek a műsoros estek, a bulik, a táborok, a kirándulások közös élményeit. Szüleitek szeretete és az iskolai élet megadta nektek azt az útravalót, amit a tarisznyáitokban megtaláltok, amit tőlünk, hetedikesektől már megkaptatok. A népmesék szegény legényei is tarisznyával keltek mindig útra, amibe beletették mindazt, amire szükség lehet. Manapság már övtáskával, hátizsákkal járunk, amiből szükség esetén a bankkártyánkat vagy okostelefonunkat húzzuk elő. Pogácsa, bor, 5 forintos kép. Nem is olyan haszontalan dolgok vannak a tarisznyáitokban. Egy egész életet végig lehet vándorolni velük. Ehhez a vándorúthoz kívánunk nektek sok sikert és kitartást. Kívánjuk, hogy álmaitok, vágyaitok valóra váljanak. Az életben sikeresek legyetek, kitűzött céljaitokat mindig elérjétek, és legyen erőtök a nehezebb helyzetek átvészeléséhez is. Visszavárunk benneteket! A 8. osztályosok műsora következik. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este. A színektől, ha szürke por belepte. A csöndtől, mikor hang zavarta fel. A hangtól, mikor csöndbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk. Minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a
kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz. Mert minden csönd más, minden könyv vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja. Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. Hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mindig búcsúzunk. Az életünk útján haladnunk kell, mennünk. De néha majd itt, bent, még visszatekintünk. Emlékezünk, s akkor felbukkan sok emlék. Ó, az idő siet, az ember tovább lép. Elbúcsúzunk és elválunk, tovább megyünk, tovább ballagunk. Saját útján jár mindenki, ez az élet, menni, menni. Kedves vendégeink, tanáraink, diáktársaink! Kezdhetném úgy a búcsúzásom, hogy eljött a nap, amire mindannyian vártunk, de valójában akkor hazudnék, mert mi biztosan nem így érzünk, hisz nem érezzük a végét. Sajnos a koronavírus elvette tőlünk az utolsó hónapokat. Nehéz szívvel és elszorult torokkal állok most itt azzal a feladattal, hogy társaim nevében elköszönjek ettől az iskolától. 8 éve átléptük az iskolai kapuit kicsi, síró gyermekként. Kicsit féltünk, nem tudtunk írni, olvasni, számolni, alig ismertük egymást. A 8. osztályosokat tekintettük a legnagyobbaknak, és felnézve rájuk úgy véltük, ők már szinte felnőttek. Ami persze nem így van, mert most mi töltjük az iskolában az utolsó pillanatokat, és még annyi minden áll előttünk. Annyi kérdés fogalmazódik meg bennünk. Vajon be tudok illeszkedni a középiskolába? Milyen tanáraim lesznek? Onnan hova tovább? Rengeteg emlék, vicc, dolgozat, sztorikat az iskolához, ahol az semmiből alakultak ki barátságok, amik lehet, sosem válnak szét. Régen élethalál kérdése volt testnevelés órán egy-egy játék, elvégre egy osztály győzhet csak. Voltak felderítő szereppel ellátott osztálytársak, akik mindig jeleztek a zenét indítóknak, hogy jön-e valaki. Az iskolán kívüli programokban voltunk igazán felszabadultak, ott is hoztuk a formánkat, mint például Gemencen, amikor valaki a sapkájáért nyúlt és beleesett a vízbe. Úgy érzem, szeretném még egyszer átélni az erdélyi kirándulást, vagy a kisoroszi tábort. Boldogan, mégis könnyekkel a szemünkben fogunk elsétálni az osztálytermünk előtt, ahol jövő évtől valószínűleg más diákok töltik minden napjaikat. Átadjuk másnak a szekrények, vagy akár a tábla leszakítására való feladatot, bár lehet, hogy jobb lenne nem végig sorolnom az összes hasonló sorsú tárgyat, mert még kártérítésre köteleznék az évfolyamot. Az egész évfolyam nevében szeretnék köszönetet mondani tanárainknak. Kedves Ilike néni, Lilla néni és Erzsike néni! Önök kapták meg a sok kis oktalan gyermeket 2012. szeptemberében. Feladatuk? Nevelni és tanítani. Féltő szeretettel vezettek be bennünket az írás, olvasás, számolás rejtelmeibe. Sosem feledjük a kedves mosolyt, a babusgató hangot. A nagyszerű ünnepségekre való kis műsorokat, amiket önök tanítottak meg nekünk. Bennünket dicsértek anyukák, apukák, ahol valójában önöknek jár a dicséret és az elismerés. Köszönjük, hogy oly sok mindent megtanítottak nekünk, ami ugyanakkor nagyon nehéznek tűnt, de felkészítettek a felső tagozatra. Köszönjük a sok kedves emléket, a játszva tanulást, a mulatságos feladatokat, kirándulásokat. Kedves Eszter néni, Györgyi néni és Misi bácsi! Megkaptak egy-egy osztályra való 11-12 éves kiskamasz kezelhetetlen gyereket. Feladatuk kissé nehezebb volt, mint az alsó évfolyamos tanároknak, figyelmezni és megpróbálni tanítani. Mindenki nevében bocsánatot szeretnék kérni a kellemetlen helyzetek miatt. Köszönjük kitartásukat, megértésüket. Ígérjük, nem rongálunk többet, nem beszélünk vissza, nem hangoskodunk, nem okozunk több fejfájást. Most szeretnék a valaha minket tanító kedves tanárainkhoz szólni.
A technikától egészen a fizikáig minden órában, tantárgyban, tanárban, tanárnőben találtunk valami jót, érdekeset, szeretnivalót. Sosem feledjük el az énekórán meghallgatott dalokat, a kémiai vagy fizikai kísérleteket, sem ut a csontvázat. Az érdekes feladatokat az iskola egyik legjobb rendezvényén, a nyelvek éjszakáján, a vicces mondataikat és persze a számonkéréseket, ahol az osztályok összefogtak, ugyanis voltak bizony erőt és idegrendszer próbáló felmérések, mégis erősek voltunk így együtt. Búcsúzunk most, köszönjük, hogy mindig példát mutattak nekünk, oktattak a jóra és óvtak a rossztól. Kedves ballagó társaim! Elérkeztünk egy út végére, ahol nem mindenkivel megyünk együtt tovább. Kívánom, hogy sikerekben és jókedvel teljenek középiskolás éveitek, éveink. Ám legyünk bárhol is, soha ne feledjétek az itt töltött szép diákéveket, az itt kötődött barátságokat, az ide fűződő emlékeket. A lelkemben keletkezett zavar miatt, amelyet a szomorúság és az öröm kettősége ad, mindent összegezve Ady Endre fogalmazta meg legtalálóbban azt, ami most bennem van. Nagyon szép kis társaság volt. Egyik léhább, mint a másik. Átgondolok minden órát, a keserű búcsúzásig. Búcsúzóval Héraklétosz szavait idézném nektek. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. Sütő Kálmán, útra való. Tanulj, ez az élet törvénye. A tudás, a szép, jó, s hatalom. Elsüllyedsz a posvány fertőjén, ha vakon jársz, életutadon. Szeress, és a sivár világban ez fücsáti fiú életed. Ápold, segítsd a gyámoltalant, s gyámolítsd az árvát, beteg. Becsüld az embert az emberben, emeld fel az elesetteket, oszd meg velük szíved mosolyát, hogy szeretve megbecsüljenek. Így lép ki az élet terére, ahol buján burjánzik a gyom, fertőzött már a tiszta jóság, harcot vív az öröm és fájdalom. S ha majd sok-sok évtized múltán széjjel osztod élet kincsedet, hálás szívvel, könnyes mosolyjal megáldják a te emlékedet. Felkérem Lasztovica László főigazgató urat, búcsúzzon el ballagó társainktól. Kicsit le. Kedves ballagó nyolcadikosaink! Nagyon nehéz így beszélni hozzátok, hiszen nem volt, és remélem nem is lesz ilyen ballagásban részünk a jövőben. A vírus mindent tönkretett. Nem csak magát, a nevelő-oktató munkát, hanem az ünnep szépségét, meghittségét, az ünnep varázsát, ahogy átvonulunk az iskolán, ahogy szülők, rokonok és barátok néznek benneteket szerető szemeikkel. Pedig milyen lelkesedéssel készültetek erre a pillanatra? Most csak a két szülő lehet itt, betartva a járványügyi előírásokat, és nem tudtunk felkészülni egy szép, feledhetetlen műsorral, mint amilyet ti is készítettetek tavaly a búcsúzóknak. Egy Eddie Murphy filmet néztem, és persze idézni nem tudom szó szerint, de a gondolata azonnal belém égett. Az ember olyan, mint a fa. Ha fiatal magonc korában nem nevelik egyenesre, úgy idősebb korában már nem sikerül az. Ilyenek a gyerekek is. Mint a fák esetében is, két ember szükséges ahhoz, hogy egyenes legyen a fa. Az egyik mutatja a helyes utat, a nevelőkaró mellé fogja a hajtást, míg a másik ember odakötözi, megszilárdítja a csemete útját. Ezt tesszük mi is közösen a szülőkkel. Nap mint nap mutatjuk a helyes utat,
és együtt a szülőkkel megszilárdítjuk ezt bennetek, hogy mire felnőttök, becsületes, egészséges lelkületű emberek váljanak belőletek. Nem véletlenül vagyunk mi a ballagóink kertészei. Folyamatosan ápoltunk, védtünk benneteket, terelgettünk a jó irányba. Kérlek benneteket, ne felejtjétek el az együtt töltött szép perceket. Emlékezzetek a már eddig megemlített sikereitekre, egy-egy remek dolgozat örömére, a táborokra, osztálykirándulásokra, Erdélyre. Maradjatok barátok, hisz barátok nélkül az élet nem sokat ér. Emlékezzetek sikertelenségeitekre is, hisz abból tudtok okulni. A tapasztalatszerzéshez nem csak sikerekre van szükség, hanem kudarc okozta megrendülésekre is. Csak így válhattok teljes értékű emberekké. Hiszem azt, hogy a mai rohanó elértéktelenő világunkban egyre többen lesztek, akik a maradó értékek, a tudást, a becsületet, a tisztességet magáinak tudja. Higgyetek magatokban, vértezzétek fel magatokat tudással, tűzzetek ki magatok elé okos célokat. Ebben segítettek tanáraitok mellett osztályfőnökeitek, kiknek ezúton is köszönöm munkájukat. Alsóban Szigetiné Szabó Ilonának, Kecskés Lillának, Horváta Gézánénak, míg felsőben Gauszné Szabados Eszternek, Pap Györgyinek és Bárány Mihálynak. Ne felejtjétek el, hogy a legtöbbet szüleiteknek köszönhetitek. Legyen ez a köszönet és a hálaszava feléjük. Köszönjétek meg nekik, hogy veletek együtt izgulták át az elmúlt éveket, a feleleteket, a dolgozatírásokat, a versenyeket, hogy mellettetek álltak akkor is, ha kudarc ért benneteket, és soha nem hagytak magatokra, ha szükségetek volt rájuk. Tisztelt szülők! Hallgassák most meg egy többgyermekes apának is a hozzászólását. Tudom, hiszen én is így vagyok vele, izgulnak a gyermekük teljesítménye miatt. De kérem, egy dolgot mindig tartsanak szem előtt. A tanulók között akad művész, akinek nem kell annyira értenie a matematikához. Van, akiből mérnök lesz, és nem szükséges értenie a történelem minden részletét. Akad köztük sportoló, akinek a fizikai állapota lesz a fontosabb, és nem maga a fizika. Ha gyermekük mindenből kitűnő osztályzatot kap, kérem, örüljenek vele. Ám ha nem, kérem, ne fosszák meg őt az önbizalomtól, a méltóságtól. Mondják el, hogy büszkék rá, szeretik őt, és nem az a legfontosabb dolog az életben, hogy egy adott helyzetben milyen eredményt érnek el ők. Kérem, tegyenek így, és figyeljék, hogyan győzi le gyermekük a világot. Egy rosszabb jegy nem fosztja meg őket álmaiktól, tehetségüktől. És kérem, egy dolgot tartsanak kézben. Nem csak orvosok és a mérnökök lehetnek boldog emberek, mert a boldogság szívből jön. Tisztelt szülők, szeretnék köszönetet mondani minden szülőnek, akik segítették közös munkánkat, és kiemelten az SMK-s szülőknek, akiket megkérek, fáradjanak ki átvenni a köszönet virágcsokrait. 8-ából Nemesné Ambrus Mónika, Subáné Subka Zsuzsanna, 8-B-ből Erdős Mónika, Pesznyikné Szendi Anita, Markó Edit, és 8-C-ből Váci Kinga és Szabó Andrea. A ballagó 8. évfolyamosok rengeteg örömöt, és az oktatás területén is szép sikereket értek el, nem csak saját maguk, hanem az iskolánknak is.
Szeretnék egy-egy jutalomkönyvet átadni azoknak a diákoknak, akik sikereikkel öregbítették iskolánk hírnevét, illetve közösségi munkájukkal segítették az iskolai rendezvényeinket. Kérem, hogy aki hallja nevét, jöjjön ki és vegye át jutalomkönyvet Horváth Gézán igazgatóhelyettes asszonytól. 8-ából Túrú István szorgalmáért és jó tanulmányi eredményért. Kérem, jöjjön. Demián Dalma, Poják Luca és Nemes Nóra közösségi munkájukért. Nyolcadik B osztályból Piller Bence, aki stúdiós munkájával segítette műsoraink, megemlékezéseink és szórakozásaink hangosítását. Opauczki Réka és Hadnagy Csenge közösségi munkájukért. Jáger Jázmin, aki közösségi munkája, jó tanulmányi eredménye, szorgalma és példamutató magatartása révén emelek ki. Nyolcadik C osztályból Tóth Debóra és Sautek Sára kiemelkedő tanulmányi eredményükért. Burka Janka, sport és tanulmányi eredményért. Fekete Nelli Napsugár közösségi munkájáért. Luca Evelin, Albert Áron, Hambalkó Gergő, Tordjik Máté és Barna Hanna Liza kiemelkedő sportteljesítményért. Az idegennyelvi továbbképző központ origó típusú nyelvvizsgarendszer követelményeinek megfelelő angol alapfokú próbanyelvvizsgán sikeres írásbeli vizsgát tettek a következő diákjaink. Kérem, aki hallja nevét, fáradjon ki, és vegye át oklevelét. Demián Dalma Mónika, Farkas Gergő Krisztián, Fekete Milán, Horváth Gergő, Judák Evelin Erika, Judák Gergő, Kardos Szabolcs, Kispál Ákos, Kis Ádám, Muhadri Ermir, Ocskai Alex, Pecnyik Gábor, Sautek Sára, Sebők Albert János, Tóth Debóra, Winter Kiara. Külön gratulálok Tóth Laurának, aki középfokú angol nyelvvizsgát szerzett. Kérem, ő is fáradjon ki. Iskolánkban a tanulmányi és sporteredményekért, valamint tanulmányi eredményekért is, jó tanuló, jó sportoló díjat adjuk ki évről évre. Ebben a tanévben a nevelőtestület határozata alapján Pesznyik Gábor 8. B és Horváth Gergő 8. C osztályos tanulók kapják a díjat és a serleget.
A pedagógiai programunkban szerepel, hogy a nevelőtestület döntése alapján minden tanév végén az arra legérdemesebb diákunknak BEM díjat adunk át. A testület döntése alapján sok éves kiemelkedő tanulmányi eredményért, szorgalmáért, a tankerületi versenyeken elért eredményeiért, valamint sikeres C-típusú középfokú angol nyelvvizsgájáért Tóth Laura, 8. C-osztályos diákunk kapja a díjat. Gratulálunk! Kedves gyerekek, tisztelt vendégeink! Minden évben a tanévzáró ünnepélyen adjuk át a tankerület által adományozható kitüntetéseket, de ebben az évben a vírusveszély miatt nem tartunk ünnepélyes évzárót. Szeretném most átadni az elismeréseket. Ebben a tanévben a Kiskörösi Tankerületi Központ elismerő oklevelében részesül Gausznél Szabados Eszter, valamint Bácsi Csaba pedagógusok. Kérem, fáradjanak ki átvenni Vágó Ferencné igazgató asszonytól elismerésüket és a köszönetvirágát. Kedves gyerekek, ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, készen kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát. Hát útra fel, fedezzetek fel új világokat, szerencsés utat!
más nem múlhat addig, míg élsz. Legyen általa több a világ, ha az örvény le is húz még, mert a szíved túl nehéz. Emlékezz rá, emlékezz rá, mennyit ér. Sorsunk vár, néha elvisz az át, de a szív hazajár. Ha az örvény le is húz még, majd a lelked hajt tovább. Minden álmon, minden lágyon mutat újra jó irányt. Őrizd még él. Ballagási ünnepségünk véget ért. Megkérem a ballagó nyolcadikosokat és kedves szüleiket, hogy a járványügyi szabályok betartásával hagyják el az iskola területét. Viszontlátásra!